Sziasztok, Zalán vagyok, üdvözöllek a csatornán. A mai videóban megépítjük Tony Stark vasember páncélját, pontosabban csak egy részét. Ha nem láttad az előző videót, amiben a halálos iramban kocsit építettük meg, annak is csak az egy első részét. Gyűjtősorozatról beszélünk, ami sok részből áll. Mindent megveszünk, akkor kapunk egy kb. 60 cm-es vasembert, ami brutális feeling lehet. Leveszem a kamerát és megmutatom nektek, hogy milyen nagy. Szóval ilyen nagy. Látjátok, egy kameraképre föl se tudom tenni. Most megfordítom nektek. Azt nézzétek, milyen menő. Részlet gazdag felépítés. Fenyítható, mozgatható elemekből áll. És tényleg egy az egyben olyan, mint a filmben állítólag. Ugye az első szám 490 forintba kerül, ezt megpróbálom szépen leszedni, mert iszonyatosan barom néz ki. Nem szeretném, hogy megsérüljön a papír. Óvatosan leveszem. Nagyon van ragaszos, srácok, azt csináljuk, hogy csak ezt kivesszük. Itt a papír. Az első előfizetői csomagban három vasember poszter található. A másodikban egy gyűjtőmappa, a harmadikban egy vasember pólo, ami a sötétben világít. A negyedikben egy powerbank van, ami vasemberes. Ismerjük meg vasember történetét. Vasember születik egy hős. Megvan, hogy mit kapunk mi is, és hogy kell összeszerelni. Úristen, srácok, mekkora vasember poszter, már ezért megérte az 500 forint. Nézzétek, nagyon brutálisan néz ki. Egyből megy a szobám falára. Na akkor, srácok, próbáljuk összetenni ezt a vasember fejet. Szétszedtem, és ezt is fölhúzom. Óvatosan kell, ki ne essenek. Úgy jó színe van, srácok, mint a filmben. Kapunk hozzá egy csavarhúzót, csavarok vannak. Ebben kell összecsavarozni, és meg vannak számozva. Itt a fej. Nagyon, hát vasanyaga van, igazi vas, és nagyon nehéz is. Hány kiló lesz a két, ha nem írja valahol? Na mindegy. Nagyon vagány, és nem gagyi anyag. Próbálom összerakni, és megmutatom nektek, hogy milyen lesz. Két csavart tettem bele eddig. Hát, srácok, valami eszméletlenül vagány, és nagyon nehéz. Nézzétek, nagyon brutálisan néz ki. Körbe is mutatom. Ugye itt a feje, a maszkot le lehet szedni. Minden mágneses, és így összemegy. Nézzétek, hogy a mágnes összehúzza. Magány arca van, és most figyelj! Nézd, milyen durva! Világít a sötétben a szeme, mint a vasember itt lenne köztünk. Azt mondom, hogy az első számot mindenképp érdemes megvenni, ha szereted a vasembert. 500 forint nem sok. Egy ilyen állat vasember fején, ami világít is a sötétben, nem gagyi minőségben van. Ha tetszett a videó, akkor lájkold és iratkozz fel a csatornára, ha még nem vagy. Köszi szépen, hogy itt voltál. Sziasztok!